A nemzeti ellenállás hőseként tekintenek Oleg Szencovra hazájában, Ukrajnában. A férfit azután fogták el az orosz hatóságok a Krím-félszigeten, hogy bírálta a megszállást. Ezután Moszkvába vitték, ahol terrorizmus vádjával 20 év börtönre ítélték. A vád szerint társaival fel akart robbantani egy Lenin szobrot. A filmrendező azonban tagadja ezt. Idén tavasszal éhségsztrájkba kezdett 64 bebörtönzött társa szabadon bocsátását követelve. A rendező tárgyalását és ítéletét is nemzetközi felháborodás követte. Szencovot jelenleg egy észak-oroszországi büntetőtáborban tartják fogva. A férfi két gyermek apja.